rádió. Még broadcastingnak hívták, s nagyon sok pénzbe került, mikor az első speaker izgatottan a mikrofonhoz ült. A mérces hangja felszárnyalt és messzire repült, s egy hallgatóban megszólalt, a próba sikerült. A gyáli úton állt egy csukott bútorszállító, és ott volt 23-ban az első stúdió. A műsor gyanánt akkoriban az is megfelelt, a Marcal János segédtiszt egy nótát énekelt. Hogy azt mondja? Szól a rádió, szól a rádió, oh, szól a rádió, oh, szól a rádió. A rádióról 24-ben feljegyezhették, hogy az állatkertből sugározta az első koncertjét. A lemezgyártók átkozták a konkurenciát, mely profit nélkül árulta a kék rapszódiát. A közel lakó amatőrök tisztán hallották, mikor 25-ben a csepeli adó jó reggelt kívánt. A magasba szöktek mindenféle furcsa antennák, s egy ügyes diák detektoros vevőt fabrikált. Szól a rádió, szól a rádió, szól, szól, szól a rádió, oh, oh, szól a rádió. Na húzzuk meg, srácok, gyere! Most már mindenki tudja, ugye? Énekeljük együtt! Mi szól? Szól a rádió, oh, szól a rádió, szól, szól a rádió, mm-hmm, szól a rádió. Ez jó lett, nem? Akkor megtartjuk!